Széchenyi Terv Plusz program keretében rendezték meg Mezőfalván Nagy Sismándon a Szántóföldi Termesztési Technológia Fejlesztése Növénykondicionálással című projekt konferenciáját. Mint helyi ember is rendkívül optimistán és nagy örömmel vagyok itt egy ilyen projektnek a kezdetén. Miért fontos ez a kutatás, és miért fontos ez a gyakorlati megvalósítás? Én azt hiszem, hogy látjuk, hogy még mindig elég nagy a távolság a tudományos élet és a gyakorlati végrehajtás között. És ezt mind közelebb kell hozni. Annak idején Raffaello azt mondta, hogy többet tudunk az ég bolygóiról, mint az alattunk elterülő földről. Mondta akkor. Ma már, amikor a harmadik típusú találkozásokra készülünk, egyetlen földi élőlénnyel, sokszor még egymással sem tudunk jól kommunikálni. De elhisszük magunkról, hogy majd a világ mindenségbe fogunk. Ezt a projektet én pont ennek tartom. Kommunikáció a növénnyel. Annak igenis a legkülönfélébb módon vizsgáljuk azt a növényt és annak a különféle fenofázisába levő életjelenségeit, ami alapján a jólétét, és nem csak az állattenyésztésben van ilyen, tudjuk biztosítani. Miért fontos ez? Egészséges növény, szervezetileg, szerkezetileg, szövettanilag szilárd növényzet, kellő tápanyaggal, kellő jó takarmánnyal, egészséges állat, és nyomon követhető egészséges étel az asztalainkon. És amikor azt mondjuk és láthatjuk, és ez nagyon fontos, hogy ha megnézzük a vidék támogatásokat az elmúlt években, az egy bizonyos 80%, amit a kormányzat egyedülálló módon biztosította gazdák számára, hogy mit jelent a kifizetések gyakorlatában. Nagyjából ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben 1420 milliárd forint került az agrárjukba. Előtte való évben, tavaly ilyenkor azt mondtuk, hogy minden idők legnagyobb kifizetése volt az 1000 milliárd körül. Előtte való években ugye 800 és 850 körül mozgott, azelőtt meg 500 és 600 körül. Tehát abszolút érződik az a pénzösszeg, aminek a hasznos felhasználása nagyon-nagyon fontos. Mindaz a 69 jogcím nem erről van szó, ami gyakorlatilag ebbe az évben meg fog jelenni VP programok keretében. Tehát én azt tudom mondani, hogy kormányzati szintről a digitális gazdálkodás vonatkozásában is megvan az akarat. Az, hogy hogyan vágyunk apró pénzre, és hogyan fogjuk változtatni azt a különbséget, hogy a gyakorlat is mindezt fel tudja használni, az rajtunk is múlik, és nagyon jó helye és szerepe van majd nyáron itt a NAK, Szántóföldi Napoknak, amikor ezt a projektet is még szélesebb körben meg lehet ismertetni, de köszönöm a médiának is, hogy eljöttek, mert ez ugyanezt szolgálja a jelen pillanatban is. Én azt hiszem, hogy a vidéknek a jóléte az nyilvánvalóan a társadalom jólétét is magába hordozza, és fontos, hogy ez az elkövetkező időben mind jobban megteremtődjön. Nem húzva az időt, egyetlen dolog, Agromos Expo-n vagyok az elmúlt héten, és hogy még mit kell áthidalnunk, beszélgetek az egyik gazdával, aki azt mondja, hogy hát Tiborkám, annyi víz van most már, hogy egyszerűen nem bírunk vele, nem bírunk. Jó, az országok különféle talajtani adottságok vannak, de ő éppen egy Fejér megyei gazda volt. Mondom, hát nem igaz, nem mondom a nevét most neki. Nem egészen igaz, mert nálunk, mondom,
90 cm körül nagyjából olyan 53% a víztelítettség, 110 cm-en már majdnem porzik, és most nem akarok itt a előadásokat tartani. Rám néz, és teljesen ártatlan, őszinte szemekkel azt mondja, hát mi azért ilyen mély gödröket nem ástunk. Mondom, mi se, de teli vagyunk szenzorokkal, amikkel pontosan tudjuk követni azt, amiről beszélünk. Most ezt nem, tehát most itt beszélünk. Tehát ezért fontos. Ezért fontos ennek a megismertetése, mert igenis ebbe a megváltozott klimatikus viszonyok között nem lehet a hagyományos módon elérni jó eredményeket. És ez a projekt minden tekintetben ezt szolgálja, és minden résztvevőnek és majdani felhasználónak win-win megoldást. Nagyon sok pályázat közül nyert, talán az egyik, hogy egy jó témaválasztás történt, a másik, hogy egy olyan csapat állt össze, amelyik szakmailag az egyes szakterületeknek a profi hátterét tudja hozni, és összességében reményeik szerint sikerült kialakítani egy olyan technológia fejlesztést, amelynek ugye az otthon a kísérleti teret és a növénytermesztés szakmai hátterét a mezőfalvai ZRT biztosítani tudja. Hát ezekkel az alapokkal indulunk el, és itt a mai nyilvános rendezvény kapcsán én tisztem, hogy picit betillantást adjak a projektbe, amit itt végzünk, illetve végeztünk az elmúlt időszakban, a későbbiekben pedig azok a kollégák, tudós emberek szóljanak hozzá, akik ezt gyakorlatilag megvalósítják, hozzáteszik egy-egy szeletként az ő tudásukat, és a kor technikai lehetőségeit, a digitalizációt fel tudjuk használni arra megfelelő programok, adatgyűjtések, adattovábbítások segítségével, hogy ebből a labormérések követően egy olyan technológiai fejlesztés tudjon létrejönni, amivel a térségben, az országban lévők tudnak élni, illetve tudják a későbbiekben majd hasznosítani. Gyakorlatilag egyszerűsítve az élelmiszerbiztonságot során és a gazdaságosságot hogy tudjuk növelni annak érdekében, hogy a versenyképességünk megmaradjon. Ez ma egy központi kérdés, és azt gondolom, hogy minden kutatási témának össze kell érni a gyakorlattal, ahogy itt elhangzott a korábbiakban, hogy azokat a tudományos, kutatási, technikai, digitalizált ismereteket beépítsük a mindennapokba, és ezáltal eredményesebbek legyünk. Nagyjából erről szól a projekt is, és ezért is dolgozunk, hogy ezt mi megvalósítsuk. Látjuk, hogy a GINOK keretében a GINOK Plus KFI projektet valósítjuk meg itt a szántóföldi technológia fejlesztés növénykondicionálással, amihez a kísérleti területet, a hátteret gyakorlatilag a mezőfalvai ZRT tudja biztosítani. Akikről beszéltem, hogy kiváló együttműködő konzorciumi tagok a megvalósítás során, az ATK, a Agrártudományi Központ, a Budapesti Műszaki Egyetem, Mogi Tanszék, áramlástani tanszék is dolgozik ezen a projekton, az ERPOM, az elektronikus adattovábbításba, és hát a mezőfalvai ZRT nagyon sok tekintetben ugye nem csak otthon tart, hanem kivitelezi, megvalósítja és a tárgyi lehetőségeket biztosítja. Nem lennénk teljesek akkor, hogyha nem vontunk volna be olyan alvállalkozókat, akik tudják segíteni a kutatókkal, labor hátterükkel, megfelelő vizsgálatokkal ezt a folyamatot, mint az Eurofice Minerák vagy a növény digitalizált eljárások kidolgozásánál, akár a témák, mivel a Szikon Európát, tényleg az informatikai ismerete, adatgyűjtése, azoknak a feldolgozása, aztán abból való következtetésekhez segítse a szakembereket, hogy a végeredményhez el tudjuk jutni, de segítenek itt még a közelből is a műszertelepítésekkel kapcsolatban is kollégák. A támogatási összeg egy jelentős összeg, amit ez a konzorcium kapott, megfelelő módon került mindez szétosztásra, és felhasználjuk a
megvalósítás során. Természetesen számottevő saját erőt teszünk hozzá, főleg a Mezőfalvány ZRT, aki ugye csak részben támogatott a projekt során, tehát mi biztosítjuk ezt a vállalkozói szférából még az ELCOM-mal együtt. Azt, hogy a források, a támogatáson kívül is, ebben a három évben, vagy talán még egy kicsit több, hosszabb időben is rendelkezésre álljanak, és a megvalósítást elérjük, de nem csak a pályázatnak szeretnénk megfelelni. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit hosszabb célt tűzünk ki magunk elé, hogy az eredményeket a gyakorlati megvalósításig tudjuk elvinni, tehát hogy egy profitálási lehetőséget tudjunk itt a feldolgozott adatok, információ birtokában a későbbiekben megvalósítani. Mint említettem, hogy teret biztosítunk, 108 parcellán végezzük mindezt a tevékenységet, a három vegetációs időszakon több mint 100 hektár területet használunk fel ehhez, és itt a parcelláknál, nagy parcellákról beszélünk, nagyon sok adatgyűjtést végzünk, adattovábbítások valósulnak meg, szenzorokat helyeztek el a kollégák a talajban, ami akár a nedvességre, a tenzióra, a hőmérsékletre, vagy éppen a levél nedvesség mérésre vonatkozik, de a digitális adatgyűjtés minden egyéb itt nem részletezett részét is igyekszünk alkalmazni. A hiperspektrális felvételek is egy új része, de nincs megjelölve a műhold felvételeknek az alkalmazása, amit a Műszaki Egyetem részéről mi hoztak ebbe, illetve hoznak ebbe a projektbe. De ugyanúgy a multispektrális drónfelvételezéseket is gyűjtjük az adatokat, továbbá az 5 meteorológiai állomásnak az alkalmazás, illetve az adatgyűjtése a központba való beterelése, hogy tudjuk belőle felhasználni, illetve következtetni, de nem lenne teljes, hogyha nem lennének még fizikai megjelenések, illetve akár hagyományos munkák, vizsgálatok, mint például a talaj, mint a vételekkel, a talajvizsgálatok, hogy milyen bázisra építjük tulajdonképpen magát a kísérleteket, de kapcsolódni kell az analízisekkel, a metabolomikai mérésekkel, aztán a matematikai algoritmusok fejlesztése történik ugye a háttérben, és hát ezeket az eredmények verifikálása, kialakítása, ami tulajdonképpen egy rendkívül fontos tevékenység. Ugye a címében is bent van a növény kondicionálás, tehát van egy ilyen háttér feladat még, vagy kapcsolódó, számítógépes permetezés, vezérlés, itt anyagfelhasználás, optimalizálás, ökológiai lábnyomnak a csökkentése, tehát hogy tudom, kevesebb szert, kevesebb hatóanyag felhasználásával mégis eredményesen dolgozni, ugye azt fogja segíteni, hogy mindig mindent fogunk tudni a növényről, és hogyha a növény kér valamit, azt lehetőleg optimális időben, akár kisebb mennyiségben, mértékben, de odaadjuk, és ezáltal meg tudjuk valósítani azt a fejlődést, fejlesztést, ahogy elhangzott, hogy jól kondicionált növényeket kell, hogy a megfelelő betegségellenállás és a termőképességnek lehetőségét is valahogy egy alkalommal vagy egy menetben meg tudjuk csinálni. És ugye ezek a matematikai algoritmusok alapján a szakmai ütköztetések és a szakmai szaktanácsadásnak a kidolgozása, megtalálása, hogy igazából ezekkel a következtetésekkel mit tegyünk annak érdekében, hogy jobbak legyünk a növénytermesztés megvalósítása során, aztán ezeket a fejlesztési eredményeket nyilván publikáljuk, vagy most is adunk egy kis bepillantást, vagy ismeretterjesztést, és egyúttal a gyakorlatba való bevezetése, ami történik Mezőfalván, Mezőfalva környezetében, de ugye kisugárzásunk nyilván az egész országra vonatkozhat. Mérőhálózatról csak egy kép, hogy különböző eszközök, műszerek, növények, adattovábbítás, csak egyfajta bepillantás. A részletesebb szakmai dolgot úgyis elmondják a kollégák, akik ezzel a konzorcium tagjaként foglalkoznak, és sokkal hozzáértőbben hozzák a maguk tudásukat és a kapcsolódó lehetőségeket. Ugye említettem, hogy mintegy több mint 100 hektáron, tehát 120 hektáron végezzük ezt a tevékenységet, 108 parcellával, egy pályázati terv alapján végezzük a munkát. Kiváló kollégák Zoványi György, aki a szakmai munkának a vezetését, irányítását, a növények úgymond gondozását látja el, és természetesen konzultál azokkal az emberekkel, akik
ezeket a technikai dolgokat tudják hozni, telepíteni, mérni és a szakmai tudást szintetizálni a területen. Ugye látszik, hogy egyszer 77 mérőállomás, aztán 40 ezer paraméter per nap, akkor az ELCOM által épített hálózat, a 60 mérőállomás, itt is 4000 tulajdonképpen adattovábbítás paraméter, de itt is 25 ezer létrehozása, továbbítása, hálózat kiépítés, adottságok megtalálása a területen azzal, hogy lehet ebből végül is egy működő, évekig működő hálózatot kialakítani, és erre következtetéseket alakítani. Ez is csak egy pillanatkép, hogy egy adótornyot találtunk, amit a Honvédségtől tudunk használni, nagyon jó együttműködés alapján látszik a nagy parcella kiosztás, aztán a kis parcella kiosztása, és hát a digitális jelek tulajdonképpen innét indulnak, és egy számítógépes központba érkeznek, aztán előbb-utóbb a mi asztalunkon, illetve képernyőnkön jelenik meg, hogy ezeket tudjuk használni, értékelni, és a következtetéseket levonni. Mint említettem, a projekt vezetője szakmailag a társaságnál Zoványi György úr írt néhány gondolatot nekem arra, hogy tulajdonképpen hol tartunk, mit csináltunk itt 2022-ben, hogy előkészítettük a területet, műszereket szereztünk be, ATK-val telepítési terv készült, aztán később szenzortelepítés, a különböző növényeknek a meghatározása, a kommunikációs eszközöknek a kitalálása, összehangolása, adatáramlásnak az elindítása, a rögzítése, akkor készült az informatikai cég segítségével egy agroportál, ahol mindez megjelenik, és láthatók azok a felületek, hogy mi is történik itt a háttérben, milyen adatok képződnek, hogy fogjuk tudni őket majd szintetizálni, feldolgozni. Aztán elkezdődött a parcellakitűzés, az előző képen láttuk is egy parcellakitűzési képet, ahol éppen egy mondhatom, hogy munkatársunk a projektben az ATK részéről elkezdte ezt a munkát, és ugye tudjuk, hogy 4 növényen valósítjuk meg, egyszer a nagysága szerint választottuk ki, talán mi belecsempésztük itt a cukorrépát is abban, hogy ott mit tudunk elkövetni a hazai répatermesztés megőrzése és a hazai cukorellátás érdekében, ez is egy kihívás és mezőgazdasági feladat. Ugyanakkor a 23 évre az időjárási jellemzők a térségről csak 3 mondatot mondok, akkor kielégítő mennyiségű a csapadék, de amikor látjuk ezt az oszlopot, már nem lehetünk vele elégedettek, mert az eloszlás és annak a szórás, hogy mikor jelenik meg, mikor tudja hasznosítani a növény, az már más, mint az optimális, tehát ezzel is még kell foglalkozni, hiszen a talajnedvesség mérések mindezt megmérték és beküldték abba az adatbázisba, aminek az értékelésével tudunk majd foglalkozni. Még megjegyzett olyan gondolatokat, hogy a tenyészítő során forró és aszályos napok nyilván hatást gyakoroltak az egész folyamatra, később a nyárvégi csapadékmentesség és magas hőmérséklet, aztán az évvégi nagyon sok csapadék, amikor ugye a műszerek is mérték már nagyon, hogy is történik itt a talajban lévő nedvességnek az elhelyezkedése, és decemberben ez már jellemző is volt. Digitális adatgyűjtés, adatforgalom időközben ugye kiépült, a szenzorok folyamatosan továbbítják az adatokat az adatbázisban. Talajmintázás, labormérések, növénymintázások folyamatosak voltak, és ezek a kezelések előtti méréseket is meg kellett csinálni ahhoz, hogy megcsinálják, hogy a megfelelő beavatkozás, optimalizálás tényleg meg tudjon valósulni. Itt a termés eredmények átlagos parcellákra vonatkozóan, ezek viszonylag az időjáráshoz képest, ezek nagyon jó termés eredmények, talán a januári betakarítási cukorréka kivételével, de a gabonát, meg az olajos növényeket, olajos növényt nézzük, kukoricát, azok egy jó termésnek minősülnek, és mindig minden évi járatot helyén kell kezelni, és annak azzal együtt kell ezeket értékelni és megnézni. A minőségvizsgálatok is megtörténtek az egyes parcellákhoz kötődően, azok az eredményei bekerülnek, illetve bekerül az adatbázisba, ezeket az összefüggéseket kell a digitalizált adatbázis segítségével tulajdonképpen megjeleníteni, és az összefüggéseket megtalálni. 23 őszén ugye az őszintúza nyilván a kísérlethez elvetésre került, és a tavaszi nemi vetési növényeknek az előkészítése megtörtént, hogy a megfelelő parcella
kiosztásban tudjuk végezni és tudjuk folytatni a munkát. Ez csak egy rövid kis összefoglaló, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban. Egyes kollégák, szakterületek sokkal mélyebben dolgoznak, illetve sokkal mélyebb ismeretekkel rendelkeznek annak érdekében, hogy ezekkel egy olyan technológia kidolgozását tudjuk megvalósítani, amelyből majd a beavatkozásoknak az optimális idejére, mértékére, és ahogy mondtam, a szertakarékosságra, ez a biológiai lábnyom csökkentésre tudjunk koncentrálni. Én szeretném megköszönni mindenkinek a munkát, aki ebbe részt vett, aki ehhez a tudását, idejét hozzáadta. Én köszönöm Takács Dénes úrnak is magát a projektötletet, hiszen sikerült ez a projekt, ahogy említettem, talán az aktualitása és a kiváló konzorcium partnerek, alvállalkozók együttesével, akik ezt a tudást összeadva, szintetizálva, mégiscsak egy új technológiát, egy módosított, fejlesztett technológiát tudunk megvalósítani, és reméljük, hogy a későbbiekben ezeknek a konkrét eredményeiről is beszámolhatunk. Én köszönöm a figyelmet, és átadom a szót a következő konzorcium partnerek részére.